Az építészet számomra az életről és az emberről szól, és nem az építészetről. Krédója egyik tételmondatával köszöntöm Bodonyi Csaba építészt, Ibl és Széchenyi díjas építészt, tegyük hozzá, a Magyar Művészeti Akadémia alapító tagját, és tavasz óta a Miskolci munkacsoport elnökét. Azt hiszem, némi magyarázatra szorul ez a bizonyos tételmondat, hogy lehet, hogy egy építész a hivatásáról beszélve nem az építészetet helyezi az első helyre. Hát én ezt József Attilától adaptáltam, aki ugye azt írta, hogy költő vagyok, mit érdekel engem a költészet maga. Én ezt áttettem építészetre, hogy építész vagyok, mit érdekel engem az építészet maga, és ebből azt reméltem, hogy a belterjességből ki tudok lépni, és az életre tudok figyelni, ami szerintem döntően alakítója az építészetnek. Háborús évek gyermeke, 1943. augusztus 2-án született, ebből könnyen kiszámítható, hogy most ünnepelte a 80. születésnapját, Isten éltesse sokáig ebből az alkalomból. Köszönöm szépen. Visszatérve az életpályára, ugye édesapja 1945-ig továbbszolgáló katonatiszt volt, és ez bizony megpecsételte abban az időben a családnak a sorsát, és egy szép reményű polgári lét helyett tanyasi gyerekként nevelkedett. Nehéz gyerekkora volt? Csodálatos gyerekkorom volt nekem ott a tanyán. Az élet ajándékának tekintem ezt a fordulatot, ami egyébként nem pozitív egy család életében, de én így érhettem meg azt, hogy a gyermekéveimet 7 éves koromig tanyán cseperetbe éltem meg, és ez meghatározó volt az életemben. Én nekem emiatt teljesen más a természethez való viszonyom, szinte ilyen napi viszonyom volt akkor, és egyek voltunk a természettel, úgy éltem meg ezt. Hol volt ez? Ez Szabolcs megyében volt, ott a Bokortanyáktól egy kicsit nyugatabbra. Ott 140 tanya volt, és egy Klebersberg-féle iskola, amely iskolában annak a nevelői lakásában nőttem én föl. Édesanyja volt a tanítónő. Ott tanított, úgyhogy már én óvodás koromban is iskolába járhattam. És olyan szoros volt ez a kapcsolatom a természettel, mai ez nem azonos a turista élményekkel, hogy egy voltam a természettel, és a kozmikus léthez akkor voltam legközelebb, azt hiszem. A tanyai életnek a modern korra való adaptálásától sem szakadt el, hiszen évtizedekkel később a tanyabokroknak egy újfajta életterét, élethelyét próbálta meghatározni. Ez mit jelent valójában? Hát egy felismerést jelent, ami pont a Nyírségben alakult ki Nyíregyháza körül, 260 esztendeje, ahol is a bokortanyák létrejöttek, kb. 60 tanya jött létre, amely Békés megyei szlovákokból alakult, és művelték a Nyíregyháza körüli termékeny földeket, és mai napig megvannak ezek a tanyák. Egy kicsit a TSZ-esítés megcsonkította őket, de ezt szerettem volna egy progresszív tanyasi gazdálkodás és életforma koncepcióként újra fogalmazni. Úgynevezett X-es származása miatt a legkeményebb kommunista időkben azt hiszem nem is gondolhatott a család arra, hogy ön egyetemre járjon, közben pedig kitűnő tanuló volt. Milyen iskolái voltak? Hát én ugye az általános iskoláimat Bütszent Mihályon, később Tiszavasvárira keresztelték, ott végeztem, aztán Debrecenben a Fazekas gimnázium, Főreál gimnáziumban kezdtem, édesapám is ott tanult, és érdekesség még, hogy a nagyapám pedig ott hitoktató volt. Onnan viszont el kellett jönnöm egy év után kollégiumi ellátás miatt, mert szüleim már Miskolcon laktak, és a Földes gimnáziumban fejeztem be, ott érettségiztem, és onnan kerültem egyetemre. Ez 61-ben volt,
a származás talán már akkor nem volt olyan kemény, vagy legalábbis műszaki egyetemen nem. Addigra volt. Már nem X-esnek bélyegezték nem, magukat, egyéb, hanem egyéb kategória voltam. Igen. Inkább édesapámat sújtotta, aki 10 évig ugye nem kaphatott munkát. Annyiban ő enyhébb belbírálásban részesült, hogy nem volt ludovikás, hanem továbbszolgáló. Egy 12. paraszt gyereke volt egy családnak. Érdekelték a reáltudományok ezek szerint, már csak a természet közelségből is fakadóan is, és ugyanakkor az irodalom, a művészet. Talán éppen ezért választotta az építészetet, vagy másért? Ez a kettősség a gimnázista éveimet végigkísérte valóban. Jól ment nekem a matematika, fizika, és aztán később az ábrázoló geometria. És szerencsém volt, mert a geometria tanárom egy festőművész volt, aki példa volt arra, hogy a humán és reál dolgok egy emberbe úgy megférnek, és ilyennek láttam az építészetet, és ez eldöntötte. Jeles építészekkel beszélgetve jó néhányan emlegették nekem Plesz Antal nevét, aki egy iskolateremtő építész volt, azt lehet mondani a szó valódi értelmében. Én úgy tudom, hogy önöknek több ágú és nagyon szoros kapcsolata volt egymással, vagy talán van is. Hát Plesz Antal az én mesterem volt, mesteriskolán hivatalosan is. 2 esztendőt, majd további éveket vele töltöttem az ő műtermében. Tulajdonképpen atyamesterem volt, nem csak szakmai mesterem volt, nevelt is, és nagyon sokat tanultam tőle, nem csak én, sokan mások. Ő született mester volt, ő egy szokrateszi bába volt. Erről a mesteriskoláról azért beszéljünk egy kicsit többet, mert ezt egyszer ugye a kommunista időkben betiltották, aztán a 70-es évek elején újra indult, és úgy tűnik az ön visszaemlékezéseiből, amit én ismerhetek, hogy igen jelentős szerepet játszott a szakmai fejlődésében. Hát nekem kinyitotta a szakmai kapukat. Ugye én a második ciklus első évfolyama voltam 70-72 között. Ekkor egyrészt a maga a mesteriskola kurzusnak a tartalmi része. Ez egy posztgraduális képzés volt. Kirándulások 2 éves időtartam alatt megismerhettem az ország vezető építészeit. Akkor még szerencsére úgy volt, hogy a tanítvány választhatott mestert, az klasszikus rendje ennek a dolognak már a kínai buddhisták óta. Ma már nem így van sajnos. Én Plesz Antalt választottam, mert már előtte ismertem. És akkor kerültem Miskolcra hozzá, és azóta ott is maradtam. Tehát lényegében Plesz Antal vonzás köre jelentette azt, hogy ha jól tudom, Budapestről, aztán Esztergomból, ahol dolgozott, igen, végül is Miskolcra került? Igen, a végső soron igen. Az önvallomásában a Szabadság tűrt szigetének nevezi a mesteriskolát. Mit jelentett ez a tűrt, megtűrt lét? Nyilván a 3T a támogatott tűrt és tagadott közül ugye ez a bizonyos középső réteg, a harmadik, ami vonatkozott önökre. Nem érintett meg minket a politikából semmi. Akkor úgy éreztük, hogy mi szellemi életet élhetünk, és egy kitüntetettjei vannak a sorsnak, hogy ezt megtehetjük. És egymással való kapcsolatteremtésünk is szakmai és szellemi volt. Kicsit túlnőtt ez a szakmán, de ebben semmi politika nem volt akkor. Egyébként könnyen indult a pályája, az építész pályája az egyetem után? Hát én ugye ösztöndíjas voltam, először Miskolcra kerültem, onnan a Pest megyei tervezőhöz jöttem családiakokból, majd Esztergomba elcsábítottak. Onnan a katonaság vitt el, és tulajdonképpen igazán a pályám akkor is érdekes volt, ez alatt a 2 év alatt, de a mesteriskola után bontakozott ki. A Miskolci építész műhelyről, hogyha most ugrunk egyet az időben, amelynek az alapítója, legendák keringenek. Ez nem túlzás, mert Csete Györgytől Borvendégig nagyon sokaknak olvastam a méltató, nagyon kedves és szeretetteljes sorait arról, hogy mit gondolnak a Miskolci építész műhelyről. Én most itt Makovec Imrét idézném, aki azt mondta, hogy ha találkozom velük, tehát önökkel, a miskolciakkal,
azzal találkozom, ami Magyarország lehetett volna, ami ott náluk Magyarország. Hát milyen volt ez a miskolci építészműhely? Hát tulajdonképpen az a története Budapesten kezdődött az egyetemen, ahol összeállt már a katonaságnál előtte, később az évfolyamokban három évfolyam építész, akik együtt akartak maradni. Szerettek együtt lenni, együtt akartak dolgozni, és ők Miskolcra keveredtek. Én akkor épp el akartam jönni a városból már, a Sámsondi Kis Béla féle programot akartam a Szövényi Istvánnal folytatni, de rábeszéltek, hogy maradjak, és vártak tőlem bizonyos szakmai segítséget, 10 évvel voltam idősebb náluk. És tulajdonképpen ez a műhely így alakult, aztán ők lettek, ezek 70-es években indult, ottani kiállítással, ők lettek mesteriskolások, én mesterré váltam, és ez egy jó 13 éves együtt mozgás, együtt repülés, együtt gondolkodás volt, amely Budapesten egy kiállításon mutatkozott be, aminek most éppen egy másik kiállítás is tanulja, a Rudolf Mihálynak a nagy életmű kiállítása zajlik, és ma lesz a kerekasztal beszélgetés a miskolci műhelyről. Ez szerintem 3 országos műhely közül az egyik volt, ugye volt a pécsi és a Makovec féle műhely, és a miskolci műhely volt, amelyik végül is szervezetileg ott megvalósult a ifjúsági iroda, ami aztán a progresszív ereje volt az Északtervnek. Mit érthetett Makovec ezen? Próbáljuk ezt egy kicsit értékelni, kideríteni, hogy maguknál úgy érezte magát, amilyen Magyarország lehetett volna azokban az időkben természetesen. Mert mi szabadok voltunk, és vele pedig partnerségben voltunk, a sárospataki munkákon együtt dolgoztunk, északtervesen és személyesen is, és ő sokat volt a úgynevezett közösségi házban, amely ennek a 30 fős csapatnak épült, és amit én terveztem. Ebben a házban ő sokszor patakról hazafele jövet megszállt a vonat csatlakozásunk miatt, és akkor komoly beszélgetések voltak, és ő úgy látta, hogy mi szabadon gondolkodunk, és nem fogadjuk el a feltételeket, nem is harcolunk, hanem egy kicsit ilyen keleti harcmodorral próbálunk alakítani a dolgokon. Milyen szakmai eredmények születtek ebből a közösségből, ebből a munkából? Mit emelnek ki? Nyilván sok minden született, de mit emelnek ki ezek közül? Egyik erőteljes vonal volt, és itt nemzetközi szinten megmérettük magunkat, a település tervezés, amely Nigériába, Maniliába, Lengyelországba készült terveken realizálódott, amiben mi nem fogadtuk el, eretnekek voltunk a település tervezésnek abban a gyakorlatában, amit láttunk, és mást akartunk, ezt meg is csináltuk a tervi szinten, és azt mondhatom, hogy ebben a szektorban mi egy organikus gondolkodást valósítottunk meg. Ezen kívül nagy szellemi ráfordítás volt a részünkről a házgyári elemeknek a valóságos szabad felhasználásában, mert tévedés a panelre fogni azokat a kötöttségeket, amit ma a lakótelep megjelenít, mert igazából a típus tervezés, a típus tervek voltak az igazi kötöttségek. Nem? A panel, például a közösség, ez a kollektív háznak a tervein meg lehet nézni, azt én úgy terveztem, hogy ebben egyetlen egy egyedi elem volt, az összes többi kurrens elem volt, amiből a többi típusterv felépült, csak ez nem volt típusterv. Ezt mi azt hittük, hogy ezt meglátják majd, és akkor ezt hasznosítják, és esetleg mivel próbáltuk település szinten ezt végigcsinálni. Tehát azt mondtuk, hogy ez az akkori álközösségi lakótelep helyett igazi közösségi lakótelepeket akartunk csinálni a lakók részvételével, és a
a spontán cselekvések. Ezek nem elszeparált terek voltak, hanem éppenséggel olyanok, voltak, amelyek összehozzák éppen, az embereket. És voltak olyan diffúz terek, külső terek, amelyeket a lakók értelmezhettek, vagy folytathattak, vagy alakíthattak magukra. Már a kollektív fázis él egy kicsit. Élete nagy kihívása lehetett, amikor Tokaj főépítésze lett, negyed századon keresztül volt a város főépítésze. Én emlékszem, amikor gyerekkoromban iskolai kirándulásokon, aztán még ifjú koromban már családos emberként is eljárogattam Tokajba, és meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon lehangoló látványt nyújtott Tokaj, tehát az ötcsillagos tokaji aszúhoz képest a település kép az nagyon messze volt. Igen. Hát mi ezt akartam, én 25 év alatt talán elértem valamit abban, hogy ez a különbség csökkent. Ez volt a jelszavunk is, hogy tegyük a várost 6 puttonyossá, de hát rájöttem, hogy 10 év 1 puttony, úgyhogy 2,5 tudtam betenni, de most az utódom Rudolf Mihály majd talán folytatja hasonló szellemben. Egyébként tényleg merészvállalkozás volt, mert ugye Tokaj szerencsés volt olyan szempontból, hogy nem lett tönkrefejlesztve, mert nem törődtek vele. Egy por lett az egész várost, és ebből én meg is ijedtem, mikor oda kerültem, hogy vállaljam el a főépítéséget, ezért másodállásba vállaltam el, és így is csináltam végig, de nagyon szép történet. Ez alatt a Tokaj Kós Károly díjas lett, a Hildérmes lett, és a világörökség része lett. Bodonyi Csaba pedig 2003-ban az év főépítésze lett, ezt is tegyük hozzá. Ez is előfordult, igen. Igen. Amikor fölkérték a Magyar Művészeti Akadémia Miskolci régiójának elnöki tisztére, akkor rögtön elvállalta? Igen, örömmel vállaltam. Nem volt elég társadalmi tevékenysége? Hát igazából én preferáltam volna egy másik szemét erre, de ő nem volt hajlandó elvállalni, és azt mondta, hogy ezt én vállaljam el. Én ennek egy kicsit talán előhírnöke is voltam, az akadémián belül a közgyűlésen kétszer is szorgalmaztam a regionalitást. Talán az is bizonyíték, hogy Miskolcon egyedül alakult meg például a SZIMÁ-nak, tehát a Széchenyi Akadémiának helyi csoportja 2000-ben. De sose tekintettek minket egyenlagú partnernek, és miután én erősen hiszek a lokalitásban és a regionális gondolkodásban, ezért úgy láttam, hogy ez az akadémiának mint egy második honfoglalása, és ebben nekem részt kell vennem. Még öregedő éveimet erre használom, hogy ezt beindítsam, és természetesen majd át fogom adni. Hát nem akármi egy ilyen régiót áttekinteni, és kulturális szellemi értelemben még följebb emelni, hiszen az önök régiója az egészen Ungvárig terjed, sőt Kassáig, Rimaszombatig terjed, tehát átnyúlik a határon, szervesen a természetes régiót jelenti és szolgálja. Hogy tudják ezeket a határon túli külhoni területeket bekapcsolni? Mi úgy értelmezzük, mintha határok nem is lennének. Tehát a mi 3 vármegyénk, a Borsod, a Baui-Zemplén, aztán Heves és Nógrád tartozik a régióhoz, és ehhez csatlakozik a Felvidék, illetve Kárpátalja és Erdély is bizonyos mértékig. Vannak is tagjaink. A Kassáról 2 fő, a Kárpátaljáról szintén 2 fő, Erdélyből szintén 2 fő, tehát megvannak a már kiépített kapcsolataink, és most például ebben az évben, az első gyakorló évünkben támogattuk Debrődön azt a fajta ösztöndíjas tábort, amelyet itt az akadémia fiataljai, amiben az akadémia fiataljai vettek részt, és ezt szeretnék majd továbbfejleszteni, mint a távlati programot, de majd később tokai helyszínnel, hiszen ott voltam a COVID első tábora, a úgynevezett nomád nemzedék tábora, ott épült fel a félszigeten a jurta, amit tavaly felgyújtottunk a állapota miatt, és most elkezdtük az újjáépítést. Az alapkőletétel volt talán az első nyilvános szereplésük megtörtént, igen, és most már ki is tűztük az alapokat, úgyhogy kezdődik a kivitelezés. Melyek a
rövid távú, tehát a könnyen belátható és a hosszabb távú céljai, feladatai a régióban? Tulajdonképpen most még az ismerkedés is zajlik, illetve hogy felmutassuk magunkat. Igen. Én nem gondolom, hogy bármilyen irányító szerep tartozik ehhez a regionális csoporthoz. Inkább azt tekintem feladatnak, hogy figyeljen azokra a mozgásokra, azokra a lokális értékekre, amelyeket már mondom, Budapestről talán nem is lehet látni. És hogy ezeket felmutassa és ezeket támogassa. Ez könnyebb most az előzmények miatt Miskolcon, illetve a Borsod megyében. Milyen előzményekre gondol? Hát például arra, hogy mi már 5 évvel ezelőtt megalakítottuk a MAB, Miskolci Akadémia Bizottság mellett a épített környezeti szakbizottságot, amelyben építészek és urbanisták, műemlékesek és művészek is vannak. És ez a bizottság működik. Tehát nekünk megvan egy élő kapcsolatunk már a MAB-bal, magával a helyszínnel is, és magával a szervezettel is. És ezt az ő egyetértésükkel és igényükkel együtt vállaltuk föl. És igen. A térség művészeinek, művészpalántáinak, a művészeti élettel kapcsolatos intézményeinek mennyire jelentett hívó szót, hogy a Magyar Művészeti Akadémia regionális tagozatot létesített Miskolc székhellyel? Ezt egyelőre nem tudom felmérni, abból látok ma az érdeklődést és a kapcsolati igényt, hogy többen pályáztak támogatásért az akadémia, a helyi akadémia egyébként nagyon szűkös kereteire, és mi ezeket most kezdjük a programjaikat megismerni, több már le is zajlott ezekből. Pillanatnyilag igyekszünk egy Facebookos megjelenítést adni az akadémiának az ismertségünk erősítésére, és tervezünk egyfajta internetes lapot, amelynek már elkezdtük a vázát összerakni, de annak az még sok idő kell, hogy azt meg tudjuk valósítani. Bodonyi Csaba, én azt kívánom, hogy a miskolci építészműhelyhez hasonlatos közösségé érjen ez a regionális, kulturális szervező munka, amit végeznek ott jó néhányan a térségben, és szerethető legyen, hiszen annak a bizonyos krédónak, amit az elején idéztem, van egy folytatás, egy másik tételmondata, hogy a szerethető építészetre törekszem. Igen, és én is nagyon nagy fontosságot tartok, fontosnak tartom a lokális közösségeket, és nagyon fontos a szerepük helyben. Talán országosan nem, de ez nem baj, mert sok esetben egy tehetséges gyerek koncertje egy iskolában jelent annyit, mint valakinek Párizsban egy nagy koncertje. Tehát a fontosságot én egyformának érzem, és a közösségteremtés nagyon fontos. Legyen ez a végszó. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm a beszélgetést.